Kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon jó számomra, hogy ilyen sokan eljöttek, és úgy látom, hogy ezen az estén kinőttük fel magunkat. Egy ígével szeretnék kezdeni hangversenyünket. Zsoltárok könyvének 36. fejezetéből a 6. verssel kezdődő ige szakaszt olvasom. Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, ítéleteid, mint a nagy mélység, embert és állatot megtartasz, Uram. Míg drága a te szereteted, Istenem. Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek. Túlsakodnak házad bőségében, örömök árasztasz rájuk, mint patakot. Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Amen. Ahogy már mondtam ezen a szép estén, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm városunknak polgármesterét, most nem tudok hová nézni, elveszítettem a szemem elől. Szeretettel köszöntöm Kozán István városunk intézményeinek vezetőit, szeretettel köszöntöm gyülekezeti tagjainkat, köszöntöm a gyermekeknek a szüleit, és köszöntöm mindenkit, örülök annak, hogy talán most vagyunk legtöbben, mint én itt vagyunk lelkész Kozán Istenben. Advent elő estéjén vagyunk itt együtt. A holnapi nap meggyújtjuk az adventi koszorún az első gyertyát. És úgy gondolom, hogy most mindenkit olyan nagyon váratlanul és gyorsan ér ez az adventi időszak. De ez a gyorsan érkezett adventi időszak egy kicsit szeretne emelemlékozni bennünket. A református gyülekezetnek kórusa először is szolgál a gyermekekkel itt ezen a jótékonysági hangversenyen. És az egyik műsorszámunknak az a címe, hogy hadd menjek Istenem mindig feléd. Ilyenkor sokan elindulnak decemberi hónapban a templomba. Ilyenkor nagyon sokan elindulunk Isten felé, elindulunk a szeretet felé, elindulunk a békesség felé. Ilyenkor jó elindulni oda, ahol megtaláljuk a békességet, ahol megtaláljuk a nyugalmat, mert úgy gondolom, hogy ebben a rohanó világban mindannyian elmondhatjuk azt, hogy egy kicsit békességet vesztett emberek vagyunk. Jó elindulni oda, ahol a szeretet van, jó feltöltekezni a szeretettől. Mert a szeretetet is olyan könnyen elveszítjük a szívünktől. Elveszítjük a pozitív érzéseket. Rájövünk arra, hogy milyen sokszor kellene szeretni, és valahogy hiányzik belőlünk a szeretet. Rájövünk, hogy milyen sokszor türelmesebbek kellene lennünk, és rájövünk arra, hogy egy indulatos tónál, hogy nincs meg bennünk a türelem. Rájövünk arra, amikor békétlenek vagyunk egy békétlen nap után, hogy nincs csak a békesség sincs meg a szívünkben. És azért jó az a hónap. Ezért jó az adventi időszak, mert az adventi időszak egy kicsit elcsendesít bennünket. Az adventi időszakban talán a legnehezebb a zsoltáros azt mondja, légy csendben, és várj az Úrra. Valahogy utat téveztettünk, de nem reménytelen az életünk, mert megszáll bennünket Isten, mert kegyelmes az Isten, most is. Lehetőséget ad számunkra, hogy egy szép estét feltöltsünk együtt. A templom mindig az Isten szavának a háza, az Isten üzenetének a háza. De Tomán István idézete szerint ezer szó sem képes egy zenemű előadását úgy megmagyarázni, mint annak, mint a zenemű előadása. Hát hallgassuk szeretettel a mai este a mintaszerű előadásokat. Én szeretnék köszönetet mondani gyülekezeti tagunknak, Mátyás Tibornak, hogy ebben az évben is fontos volt számára az, hogy ezt az estét megrendezze, köszönjük a fúvózenekar tagjainak a részvételt, az egészetnek, azoknak, akik elfogadták a meghívását. Köszönöm Keszthelyi Józsi bácsinak azt, hogy
vállalta a konferenci ízletét, és a szememmel keresem itt újra Óka, András, Esperes urat, neki is köszönjük, hogy eljött és megtisztelt minket jelenlétével, és mint mindig megköszöntjük ő, hiszen hát a hangverseny, az András Nagy hangverseny viseli, és hát szeretettel köszöntjük őt. Bandi bácsit nem látom, hogy volt egy cik lenni, de szeretnénk egy puszival boldog népnapot. Én is tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki megjelent a mai esténket. A Kozán Ismeri Fúgózzenekar, a Református Gyülekezet, Énekkar, valamint az összes fellépő nevében. A 13. jótékonysági koncertünket megkezdjük. A műsor első részében az énekkar szolgálatát halljuk. Most egy technikai közleményt is kell közöldön. A koncerten hangfelvétel készül, esetleg a gyerekeket majd annak idején, ha bejönnek, és akik itt vannak, kérjük, hogy próbálják úgy csitítani, hogy a hangfelvételt ne zavarja. Köszönöm szépen! Ahogy említettem, ugye a műsorunk első részében az énekkar szolgálatát hallják. Előadásukban hallgassuk meg Reason Love által megzenésített 422-es Zsoltát, Hagy menjek Istenem mindig feléd. Szólót énekel Harkainé Pintér Adrien. Ezt a Zsoltát a napokban elhunyt Hanol Ferenc, karmesterünk édesapja, és a többi elhunyt szeretteink emlékének ajánljuk. Thank you.
folytatásban az advent ünnepekre, a megváltó várásra készülve először egy angol dallamot, Dona Nobis, majd Csillagfényes csendes éjjel című dalt, amelyben a gyerekek is közreműködnek. Elnézést! Vezényel! Elfelejtettem. Csekéné, Manon Júlia. Thank you.
figyelemmel fogják végigkísérni a szép életeket és zeneszámokat. Jó? Nem te van. A hangversenyünk további részében zongorán közleműködik majd Balog Ildikó. Első számként Diabelli szonátia. Első, harmadik tétel tenor Kürtön Karl Jánosi játszik.
Barbie Alice. Thank you.
Brill Humoresk. Jarenko Igor szaxofonozik. Udák,
cirkuszgalop, Sittár Bence, Szilóim Bárhánc. Thank you.
folytatjuk műsorunkat. A műsorunk következő részében a Kozámisleni Kúvózenekar számait fogjuk meghallgatni. A Kúvózenekart vezényli Mátyás Tibor. Első számként hallgassák meg Arnold Függetlenség napja című filmből részletek.
Tamás, a Macskakodó című rajzfilmből Lusta Dick búcsúja. Szárny fűtött közeléködik, ibbi mágyás thank you.
Flight, La Mancha Magia. Részletek a film zenéjéről. Thank you.
befejezésül hallgassák meg Kenneth Alford Colonel Boogie March dal, Indaklány folyó című filmből.